Több év után teljesen felújítják a Holttiszán lévő régi, megrongálódott hidat Bácsföldváron a Gyöngy-szigetnél. A munkálatok május 10-én kezdődnek, és az elkövetkező két hónapban ez az átjáró le lesz zárva a forgalom előtt. A 9,6 millió dinár értékű beruházást a tartományi regionális fejlesztési, régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság finanszírozza. A Vajdaság autonóm tartomány költségvetési tartalékának felhasználásáról szóló határozat alapján. Ez a híd már nagyon rossz állapotban van és volt is. Visszamenőleg 10-15, de lehet, hogy 20 évre is állandóan valami felújítási munkálatok folytak, de a teljes felújítására még soha nem került sor. Mára már olyan állapotban van, hogy elengedhetetlen a teljes felújítása. Az eszközöket 100%-ban megkaptuk, és ezt teljes egészében a híd felújítására fordítjuk. A rekonstrukció többek között magában foglalja az új talapzat beszerelését, az acél útpanelek beszerzését és előkészítését, valamint a fémszerkezet korrózió védelmét. A teljes felújítás után ez egy stabil híd lesz, elsősorban biztonságos. Most egyáltalán nem az, mert rajta keresztül haladnak olyan tonna súlyú járművek is, amelyek nehezebbek az előlátott teherbírástól. Ezért a felújított híd előtt egy közlekedési jelzőtábla lesz, amely jelzi a híd teherbírását, és csak azok a járművek haladhatnak át rajta, amelyek megfelelnek ennek. A község első embere szerint várható, hogy a híd forgalmának ellenőrzése érdekében napelemes videó megfigyelő rendszert is telepítenek ide. Egyébként az újjáépítési munkálatok határideje 59 naptári nap, a kivitelező pedig az Óbecsei DTD Srednya Bácska Kft. Felkérem Bácsföldvár polgárait, hogy legyenek most türelemmel, mert a munkálatok azért tartanak két hónapig, hogy a hidat teljesen fel lehessen újítani. A munkálatok után új híd áll majd a rendelkezésükre, amely legalább 10 évet kibír majd, és nem kell állandóan kisebb-nagyobb felújításokat végezni rajta. A mezőgazdasági termelők parcelláikat Csurok felől, vagy pedig a Törökbecse felé vezető gáton átvezető úton közelíthetik meg. Óbecse önkormányzatából azt üzenik, hogy hamarosan közzéteszik a közlekedésről szóló részletes iránymutatásokat. Az óbecsei rendőrállomás hétfőtől május 11-től megkezdi a kérelmek fogadását, tudta meg nem hivatalosan az Óbecsei Televízió. Prioritást élveznek a személyi igazolványok és az útlevelek kiadására szóló kérvények, melyekhez csatolni kell a sürgősségi bizonylatot, azaz, hogy külföldön élő, dolgozó vagy tanuló személyről van szó, hogy gyógykezelésre szorul, illetve szakmai útra megy, és ehhez hasonlók. A jármű első nyilvántartásba vételére, a vezetői engedélyek kiadására, vagy a lakóhely bejelentésére, illetve megváltoztatására, valamint a fegyverekre szóló kérvényeket is átveszik. Az ajánlás azonban az, hogy a polgárok a jármű első bejegyzésére vagy az új tulajdonos átírására irányuló kérelmeket postán keresztül küldjék el. A járművek bejegyzésének meghosszabbítását továbbra is a műszaki vizsgálatot végző felhatalmazott műhelyekben végzik. Az óbecsei rendőrállomásra tudomásunk szerint nem lehet bemenni védőfelszerelés nélkül, azaz maszk és kesztyű nélkül. A rendőrök ellenőrzik majd a polgárok belépését a Dezó akadályon keresztül, mint ahogyan a polgárok közötti távolságot is, amely 1,5 méter és 2 méter között kell, hogy legyen. A helyiségeket naponta fertőtlenítik, néhányat pedig naponta többször is. Az óbecsei rendőrállomás az ügyfeleket munkanapon 8-tól 15 óráig fogadja, és mint ahogyan arról nem hivatalos forrásból értesültünk, ha tömegek lesznek és szükséges lesz, akkor a hétvégeken is dolgoznak. A rendkívüli állapot megszüntetése után az Óbecsei Egészségház 7-től 19 óráig dolgozik.
Az egészségügyi intézményből arra szólítják fel a polgárokat, hogy az elkövetkező időszakban a választott orvosi és a szakorvosi vizsgálatra is telefonon kérjenek időpontot, annak érdekében, hogy elkerüljék a tömeg kialakulását. A laborvizsgálatokra egyelőre nem kell előzetesen bejelentkezni, de a betegek csak kis csoportokban mehetnek be a laboratóriumba, 7-től 9 óra 30 percig. A COVID és a légzőszervi rendelők a továbbiakban is úgy, mint eddig a megszokott időben dolgoznak. A fiziátriai rendelő a továbbiakig az Óbecsei Egészségház központi épületében fogadja a betegeket. A gyógyszertárak visszatérnek a járvány előtti munkaidőre és beosztásra, azaz 7-től 19 óráig lesznek nyitva. A fogászati szolgálat szintén visszatér a régi beosztás szerinti munkaidőre, szigorúan tiszteletben tartva minden óvintézkedést. Az Óbecsei Egészségházból arra szólítják fel a polgárokat, hogy mielőtt belépnek az egészségügyi intézménybe, viseljenek védőmaszkot és kesztyűt, tartsák tiszteletben az előírt távolságot, és legyenek felkészülve arra, hogy kis csoportokba mehetnek csak be az épületbe. A telefonszámokat a vizsgálatok időpont kérésére az Óbecsei Egészségház szolgálatainál megtalálhatják a www.tvbecsei.rs weboldalon. A Becsei Prevoz vállalat hétfőtől május 11-től ismét közlekedik, de csak meghatározott menetrend szerint indítanak járatokat. Az utasoknak kötelező a védőmaszk és a kesztyű viselete, melyek nélkül nem mehetnek be az autóbuszba, üzenik a Becsei Prevozból. Az utasok a felszálláshoz kizárólag az első ajtót használhatják, a leszálláshoz pedig a középsőt és a hátsót. Az utazás közben fenn kell tartani az utasok közötti megfelelő fizikai távolságot, a járművek rendelkezésre álló kapacitásának megfelelően. Az egy járművel szállítható utasok száma korlátozott lesz. Felszálláskor és leszálláskor ügyelni kell a fizikai távolságtartásra, nem szabad tömeges torlódást okozni és védőfelszerelést kell használni, emelték ki a Becsei Prevozban. A vállalatban elmondták, hogy májusban kezdetben kevesebb autóbusz közlekedik, a járatokat és a menetrendet fokozatosan növelik, az utasok igényeivel összhangban. Bővebb tájékoztatást a járatokról és a menetrendről a www.becseiprevoz.com weboldalon olvashatnak, illetve a 021 6911 060-as telefonon kaphatnak. Sasa Milosevic és Branislava Kostic azért jöttek Zemunból Óbecsére, hogy a község dísztermében elvégezzék életük egyik legszebb eseményét. Az anyakönyvvezető, a két tanú és az 5 éves lányuk Stasa jelenlétében megtartották a polgári esküvőt, Sasa szülővárosában, Óbecsén, tiszteletben tartva minden előírt óvintézkedést. Én Óbecsén születtem, és itt is éltem 25 évig. Ezért döntöttünk úgy, hogy a polgári esküvőt itt tartjuk meg Óbecsén. Nem ez volt az elsődleges célunk, de mivel Belgrádban mindössze 3 ügyeletes anyakönyvvezető van, akik csak a hétvégén esketnek, de a kijárási tilalomra való tekintettel ez most lehetetlen volt, tehát úgy tűnik, hogy dolgoznak, de mégsem. Itt az óbecsei önkormányzat pedig lehetővé tette ezt számunkra. Miután jelenleg nincs megengedve az emberek gyülekezése nagyobb számban, a család a házasságkötést akkor ünnepli meg, amikor a helyzet stabilizálódik. Mihelyt ez a világjárvány elcsendesedik, biztosan megünnepeljük a házasságkötésünket egy ebéd és ünnepség mellett, családi és baráti körben, utólag majd itt Óbecsén. Egyébként a rendkívüli állapot ideje alatt Óbecse községben mintegy 15 polgári esküvőt tartottak, és dupla ennyit halasztottak szeptemberre és októberre, mondta Hartmann Vera anyakönyvvezető, aki már 3 évtizede ezzel a munkával foglalkozik. Polgári esküvőket tartottunk a koronavírus járvány ideje alatt is, azzal, hogy csak azok lettek lemondva, amelyekre nagy számú vendéget hívtak meg. A rendkívüli állapot ideje alatt mintegy 15 esküvőt tartottunk,
a fiatal pár és a tanúk jelenlétében, melyeket a hétvégi kijárási tilalom miatt munkanapon tartottunk. Egy pár sem óckodott a védőmaszk és a kesztyű viselésétől, és betartották az előírt távolságot is. Mi a hét minden napján igény szerint végzünk esketést. Úgy nézzük, hogy minden ügyfélnek maximálisan eleget tegyünk. Az anyakönyvvezetők a rendkívüli állapot ideje alatt nem mennek terepre. A fiatal pároknak a községházán szervezik meg a házasságkötést. Több olyan pár is volt, akik egyébként párkapcsolatban együtt éltek, de a falusi házvásárlás miatt össze kellett, hogy házasodjanak, vagy ahol várandós a menyasszony, vagy lakást vásároltak, és ha házasságban élnek, akkor visszakapják a forgalmi adót. Mindezen pároknak teljesítettük a kérését és összeadtuk őket, és mindig úgy nézzük, hogy kielégítsük igényeiket, mert ez a dolgunk. Mi itt a polgárok szolgálatában állunk. Óbecse községben évente 200-tól 250 polgári esküvőt tartanak. Közülük a párok 10%-a nem óbecsei, más városból vagy községből érkeznek. Egyébként 100 évvel ezelőtt, május 6-án Óbecse községben 2 esküvőt tartottak. Egészen a közelmúltig őrizték Eufémia Jóvics bárónő csodálatosan szép épületében az 1895-ös év első községi házassági anyakönyveit, amelyek átlettek adva a történelmi levéltárnak. A Szerbiai Labdarúgó Szövetség szerdán úgy döntött, hogy a labdarúgó klubok versenye, az amatőr rangú bajnokságok, a szerb bajnokság és az alacsonyabb versenyképességű ligák között március 15-én véget ért. A Becsej Ifjúsági Futballklub nem lepődött meg a döntésen. A vajdasági szerb liga versenyt a 8. helyen zárták 25 ponttal. A klub alelnöke Nedelj Kovászic úgy nyilatkozott, hogy az elkövetkező időszakot az infrastrukturális kérdések megoldásának szentelik. Őszintén szólva, mi számítottunk erre, hogy a bajnokság befejeződik, azzal a második fordulóval, amit még kora tavasszal lejátszottunk. Most minden erőnkkel azon leszünk, hogy rendbe tegyük az infrastruktúrát, a pályákat és a segédpályát. Automata öntözőrendszert tervezünk bevezetni. Mivel az elkövetkező időszakban nem lesznek mérkőzések, úgy gondolom, hogy elég időnk lesz arra, hogy az infrastruktúrát feljavítsuk. A Bácsföldvári Vojvodina futballklub vezetősége abban reménykedett, hogy a verseny folytatódik. Számukra, elmondásuk szerint, a Szever-Vajdasági Liga tempója, a heti 2 mérkőzés nem okozott volna gondot. Készülünk a következő bajnokságra. Örülök annak, hogy megmaradtunk a 11. helyen. Bár úgy vélem, hogy megérdemelten bekerülhettünk volna az 5-6 jó csapat közé. Most nem marad más hátra, mint hogy június 25-én összejövetelt tartunk, és elindulunk az új győzelmek felé. Most már tudjuk, hogyan működik a liga, és arra fogunk törekedni, hogy jövőre a Vojvodina ismét a régi fényében tündököljön, hogy ne a megmaradásunkért kelljen harcolnunk, hanem hogy ott legyünk az első 5 csapat között, ahová valójában tartozunk is. A meghozott döntés a teremfocira is vonatkozik, így az óbecsei klub a versenyidényt a 6. helyen fejezte be, amivel a segédedző Gorán Strájnic szavai szerint meg vannak elégedve. Azonban sajnálják, hogy a bajnokság nem úgy végződött, ahogyan tervezték. Mi szerettük volna az utolsó 5 fordulóban elérni a 3. helyet, amely az első ligás selejtezőhöz vezetett volna. Azonban kiderült, hogy a rendkívüli állapot bevezetése miatt ezt nem sikerül megvalósítani. Lassan kezdjük a felkészülést a következő idényre. Már folynak a megbeszélések bizonyos játékosokkal, akik vitték az idei szezont. Velük megvan beszélve a további együttműködés. A hiányosságainkat megpróbáljuk az átmeneti időszakban bepótolni. Meg kell erősödnünk, mert olyan eredményt szeretnénk elérni, amellyel az első ligába kerülhetünk. Egyébként a Csikériai Mladost futballklub és a Péter Évei Jedinstvo a bajnokságot az 5. illetve a 8. helyen zárták. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi labdarúgó bajnokságon.
Majdnem két hónap után Szerbiában ismét működnek az edzőtermek és a fitness klubok. Előírták, hogy ezekben a sportlétesítményekben az edzést és a rekreációt a koronavírus járvány idején hatályos intézkedésekkel összhangban kell végezni. Mielőtt belépnek az óbecsei Top Gym edzőterembe és bodybuilding klubba, kötelező a cipők fertőtlenítése és a kézfertőtlenítés is. Az edzőteremben az előírások szerint minden 10 négyzetméteren egy személy edzhet. Az óvintézkedéseket betartjuk oly módon, hogy még az ajtóban fertőtlenítjük a terembe belépő személyek cipőjét és kezét, úgy, ahogyan azt a törvény előírja. A felügyelőség itt járt az edzőteremben és jóvá hagyta a munkánkat. A 300 négyzetméteres teremben jogunkban áll egyidejűleg 30 személyt edzeni. A termet állandóan szellőztetjük, a tornaszerek pedig újak és fertőtlenítve vannak. Srabovic elmagyarázta, hogy mindenki, aki edzeni jön, köteles két törülközőt hozni, egyiket az arcra és testre, a másikat pedig a tornaeszközök letörlésére. Mindenki köteles két törülközőt hozni, az egyiket arcra és testre használják, a másikkal pedig kötelező fertőtlenítőszer használatával letörölni azt az eszközt, amelyiket használták. És mi is fertőtlenítünk napi szinten, nem úgy, mint régebben, hogy heti három alkalommal, hanem most már négyszer, ötször is muszáj ezt elvégezni. A távolságtartásnak én örülök a legjobban, és maszkot is viselek. Van ennek jó oldala is, mert legalább az emberek a postán vagy bárhol máshol sorban állás alatt nem szuszognak egymás nyakába, mint ahogyan ez a járvány előtt történt. Van ennek persze rossz oldala is, de abban egyetérthetünk, hogy most már látszik az alagút vége, és hogy mindenkinek nehéz volt ez az időszak. A rendszeres edzést végzők a rendkívüli állapot idején sem álltak le a tornával és a napi rutinjukkal, mondta beszélgető partnerünk, hozzátéve, hogy számukra online edzéseket szerveztek, annak érdekében, hogy formában maradhassanak. Online órákat szerveztünk táplálkozási tanácsadással, gyakorlatokkal a kitartó edzőink számára. Azonban ez a fajta megoldás és az iránta való érdeklődés a negyedik, ötödik héten már csökkenőben volt. Mindenkinek válaszoltam a kérdésére, mindenkinek segítettem, aki hozzám fordult. Az edzőterem pedig üres volt, mert a tornaeszközöket szétosztottam. De azt is hozzáteszem, hogy minden mindig időben vissza lett hozva. Van azonban, aki még adós egy-egy tornaszerrel, de nekik megvan erre az igazolásuk. Én pedig mindent megtettem annak érdekében, hogy minőségesen edzhessenek otthon. Srabovic elmondása szerint sokan a nyári időszak előtt kezdtek el testformáló edzésekre járni a napokban. Azonban azok számára, akiknek nincs kondíciójuk, lassú, bemelegítő edzéseket javasolnak, annak érdekében, hogy elkerüljék a sérüléseket. Nagyon jó csapatunk van, sok jó minőséges edző, akik tudják a dolgukat és példamutatóan néznek ki. Az edzéseket lassan, mérsékelten kell kezdeni, mint mindent az életben. Amikor az ember megtanul mérsékelten edzeni, az életben is sokkal mérsékeltebb lesz mindenben. Így van ez a türelemmel is. Az edzésekhez türelemre is szükség van. Mindenkit meghívok, hogy jöjjön el, kezdjen el mérsékelten edzeni. Az első edzés ingyenes. Nézzenek szét, ismerkedjenek meg a tornaszerekkel, és bármilyen kérdésük van, én szívesen válaszolok. Amire szükségük van, az a tiszta tornacipő és a két törülköző, mert a higiénia az alap és a legfontosabb.